mai alkalom a Fejér megyei igazgatóság részéről a Magyar Labdarúgó Szövetség szervezése keretében arra hivatott, hogy elismerések kerüljenek átadásra a legjobb sportteljesítményt nyújtóknak, a játékvezetőknek, az asszisztenseknek és mindenkinek, aki közreműködik a magyar labdarúgás terén a Fejér megyei népszerűsítésben, a Fejér megyei lebonyolításban. Molnár Krisztián, a Fejér megyei közgyűlés elnöke is köszöntötte a megye labdarúgásának szereplőit, akik a szezon végén megszokott díjátadásra gyűltek össze a Mól Aréna sóstóban. A bajnokságokban a megyei osztályoktól a kispályás Alba Ligáig ismét teljes értékű szezont sikerült lebonyolítani, amelynek létszámára büszke lehet az MLS Fejér megyei igazgatósága. A pandémia után kicsit megilletődve kezdtük a bajnokságot, de szerencsére ebben a bajnoki évben nem zavart be a lebonyolításban, úgyhogy sikeres évet zártunk. 23 bajnokságot, felnőtt nagypályás bajnokságot, öregfiúkat, női bajnokságot rendeztünk, kispályás városi bajnokságot, megyei bajnokságot, tehát elég színes volt a palettánk. Ebben a bajnoki évben a helyezéseket kiosztjuk, akik helyezést értek el, a fair play versenyben, akik helyezést értek el, a városi Alba Liga kispályás bajnokságnak a díjat fogjuk kiosztani, és a megye labdarúgásáért hosszú időn át kiemelkedően tevékenykedünk, adunk át külön díjakat, a megye labdarúgásáért díjait fogjuk átadni. A női és utánpótlás bajnokságok dobogósai, valamint a felnőtt megyei harmad, másod és első osztály legjobbjai kapták meg a díjakat. Az első osztály bajnoka idén a Mór csapata lett, az év edzője Pajor László, a Sárbogárd mestere, Flórián Gábor, Garda István, Osgyán Gábor, Serák Krisztina, Németh Gyula, Négele Tibor pedig a Fejér megyei labdarúgásért díj különböző fokozatában részesült.